Állítólag kint olyan szép napsütéses nap volt. Egy fickó biciklizett, a másik feltalálta a lila színt, és ez az anyuka még nem vesztette el a türelmét. Ez a nő még nem ment neki a fának, én meg beteg lettem. A pöttyök meg csak jöttek, elharapóztak rajtam, én meg nem győztem vakarózni. Pedig csak azt az egyet nem szabad. Szóval a mamánál tévéztem suli helyett, és épp a távirányító gombjait vakartam, amikor áruhás gyerekek nyilatkoztak arról, mit lesznek, ha felnőnek. Én 4 éves vagyok, és fagyi, és ha nagy leszek, hegymászó leszek. Én meg jól elképzeltem őket. Én gomba vagyok, és állatorvos szeretnék majd lenni. Én Marci vagyok, Batman vagyok, de igazából Superman akartam lenni, és bálnakutató leszek. Én Teve vagyok, és focista szeretnék majd nagykoromban lenni. Én is Teve vagyok, és én focista szeretnék nagykoromban lenni. Közben arra gondoltam, vajon hány focista akart kiskorában Teve lenni. És hogy biztos van olyan Teve, aki vonzódik a labdajátékokhoz. Tigris vagyok, és az is maradok! Én egy gombán ülő törpe vagyok, és teniszező szeretnék lenni nagykoromba. Üzenem a kislánynak, hogy szerintem a gombán ülő felnőtt törpéknek könnyebben megy a jóga, mint a tenisz. A látottak alapján elgondolkodtam azon is, mit mondanék, ha engem kérdeznének. És arra jutottam, én bárányhimlős vagyok, de egyszínű szeretnék lenni. A végén már minden pöttyös volt, és legszívesebben már az egész szobát megvakartam volna. A mama meg még mindig nem engedte. Aztán beszállt egy esetelővel ő is. Egyre inkább úgy néztem ki, mint egy ausztrál őslakos, és úgy is éreztem magam. Egyébként olyan szép napsütéses nap volt.